már rengetegszer megígértem magamnak, hogy nem fogok foglalkozni többet az űr kabaré dologgal, de egyszerűen nem lehet elszakadni ettől a dologtól. És most megpróbálom úgy csinálni, hogy komolyan az egészet, de hát ez ugye nagyon nehéz, hiszen ugye az egész annyira szánalmas, de nézzük, találtam egy érdekességet ezúttal a Mars Hoaxról. Ez a NASA hivatalos YouTube oldala és csatornája, innen fogjuk megnézni ezt a programot szó szerint, ami ugye az segíti elő, hogy a tudatlan tömegeket manipulálják és elhitessék velük, hogy az űrutazás lehetséges, és mi valaha is a Holdra szálltunk, és a többi, és a többi. Nézzük meg! Here's some of the stories trending this week at NASA. An October 11th opinion article written by President Barack Obama and published by CNN. Ugye ez Barack Obamát is be kell vetni már, és természetesen mindenkit, aki része ennek annak az átverésnek és ennek a hazugságnak, amit valóságnak hívunk. Ugye ez a CNN-ben jelent meg, ez a hazugság éppen, amiről most szó van. Outlined a vision for the future of space exploration. Az űrkutatás jövőjét vázolta, ami megegyezett a 2015-ös State of the Union beszéddel, illetve amit abban felvázolt, és ott a terv az volt, hogy 2030-ig oda-vissza megjárják az utat emberekkel, azután pedig létrehozzanak ott egy állandó települést. Hát hogyha ez nem vicces, vagy ez nem nevetséges valaki számára, akkor nem tudom mi. Ezek a dolgok nem léteznek. Attól függetlenül, hogy ki milyen videót hoz, ki hogy látja a távcsőjébe, a Szaturnuszon a kizöld embereket, ahogy építkeznek, vagy ki hogy nézi a Holdon a krátereket, teljesen mindegy. Az egyik sem bizonyíték arra, hogy ezek a tárgyak, ezek gömb alakúak, és arra meg főleg nem, hogy a Föld mozog. Erre semmiféle bizonyítékot senki nem tudott eddig hozni. Mindenki azzal az ingával jön, hogy az így forog, meg úgy forog, meg hogy a lefolyó így megy az örvény, meg úgy. De hát ezen a szinten már egyszer tovább kellene lépni. Ha valaki bármiféle bizonyítékot tud arra mutatni, hogy mi egy gömbön élünk, akkor nagyszerű, de már azokkal a dolgokkal én nem szeretnék foglalkozni. Már százszor áttárgyaltunk, hogy az örvények így, az örvények úgy, akkor ezekkel nincs már mit foglalkozni. Nyugodtan nézegessék akkor a Mars expedíciókat, meg a NASA-t, ez remek szórakozás, de én ezzel már nem szeretnék foglalkozni. Az iskolába sem akarok visszamenni, már épp elég időt vesztegettem ott. Ez a két bohóc, ugye ők az elnök tanácsadói tudomány és technológia területén, és természetesen most már arról is szó van, hogy hogyan vonják be ebbe a közembereket, a publicot, illetve az állami támogatást, tehát ugye az egyik része az a Virgin-féle hoax, meg az Amazonnak a Blue Origin, vagy a SpaceX a legutóbbi hoax, amit ugye Elon Musk hajt végre. Ez is csak azért van erre szükség, hogy gyakorlatilag egy állami monopólium legyen az űrkutatás, hogy a költségek olyan magasságokba érjenek el, hogy egy átlag embernek esélye sincs arra gondolni, hogy ő egyáltalán az űrkutatásban részt vesz. Ugyanígy van a hadipar, ugyanígy van a tudomány, ugyanígy van az energiagazdálkodás, ugyanígy van a kommunikáció, minden, és az emberek ennek ellenére nem értik meg, hogy mi a lényeg. A lényeg mindig az állami monopólium. Onnantól kezdve az államnak kizárólag gyakorlatilag verseny nélkül marad. Nem is állami, hanem csak egy megacég.
képes arra, hogy ebbe beleszóljon. Így az irányítás mindig egy kis csoportnak a kezében marad. Ezek a dolgok nem is igényelnek igazán szerintem egy géniuszt, hogy ezt az ember meglássa, hogy egyszerűen az orvosi technológiában nem tud egy vállalkozás bekerülni, egy úgynevezett startup. Ez így van kitalálva, ez így van generálva. Az olaj ugyanilyen, a szén ugyanilyen, az egész energiaipar ugyanígy van. Ezáltal egy csoport képes irányítani az egész világot. Az, hogy kiárulja a zöldséget a sarkon, vagy hogy kihúzza ki a fogát az emberek, az teljesen mindegy. Vagy hogy abból mennyi pénzt csinál. A világot nem ezek a dolgok mozgatják. Vagy ki milyen hajat nyír. A világot az a néhány cég mozgatja. De ugyanígy van, csak nézem, ha az ember megnézi, akkor ugyanígy működik a divat. Ugyanígy működik a szórakoztatóipar. Mindent néhány megacég kontrollál, és ezáltal egy csoport kezében összpontosul a hatalom, így manipulálják a tudatlan tömegeket. Ugye itt arról van szó, hogy hat cég fog, ez is nevetséges, de hat cég fogja kifejleszteni ezeket az űr településre, vagyis hogy a infrastruktúrát, hogy hogyan is lehet a Holdon majd élni. Ezek azok, amikben emberek hisznek. Ezek azok, amikre felnőtt emberek azt mondják, hogy ők látják az űrállomást a Földről, ami állítólag 220 km magasságban lebeg a levegőben, és nem tudom, mekkora lámpák lehetnek rajta, vagy hogy működik, de hát 220 km-re, ha valaki azt mondja, hogy ellát a Földön, hát annak remek szeme van. Arról nem beszélve, hogy emberek műholdakat látnak. Az emberek azt állítják, hogy ők műholdakat látnak, mikor egy műhold akkora, mint egy autó. 220 kilométerről ők műholdakat látnak, vagy de akár legyen csak 100, vagy 50. Hogy is láthat egy ember 50 kilométerről egy szerkezetet? Hallgassunk bele ebbe a szemétbe addig. In line with NASA's plan to support and foster the growing community of scientists and entrepreneurs conducting research and growing businesses in space. Ugye ismét arról. On October 13th, NASA and the Journey to Mars were among the featured topics at the White House Frontiers Conference. Ez ugye az amerikai fehérháznak az agymosó részlege, ahol is az űrkutatásról volt szó, ez azt hiszem novemberben volt, és ekkor a Mars programot adták elő az embereknek. Ugye itt vannak ezek a színészek, akik arról beszélnek, hogy hogyan is fognak ők a Marson majd. Ez óriási biznisz lehet nekik, hogy őszinte legyek. Soha nem is jutottak el sem eddig, és milliárdok folynak bele ebből az adófizető pénzből. Ez egy gigantikus üzlet, ez egy óriási ötlet, és talán az egyik legsikeresebb üzletmodell. Ugyanígy működik az atomenergia is egyébként. Ugyanekkora hoax az egész atomenergia. Persze most megint majd jönnek azok a nagy okosok, hogy menjek vissza az iskolába, meg hogy ők így meg úgy. Az igazság az, hogy soha senki egyikük se volt egy atomerőműnek, még a közelébe sem. Úgyhogy fogalma sincs, hogy mi van benne. Az az egy-két ember, aki ott dolgozik, az be van öltözve úgy, mint egy nehéz búvár, aki az űrbe parádézik, úgyhogy annak meg fogalma sincs, hogy igazából van-e ott sugárzás, vagy nincs sugárzás. Szóval igazából senkinek sincs gyakorlati tapasztalata a sugárzással kapcsolatban. Az, hogy egy műszer mit mutat ki, azt meg beállíthatom arra is, hogy ez a műszer egy bizonyos anyagot jelezzen, amit beleépítenek esetleg a falába azoknak a dolgoknak, amik ott vannak az atomerőműben. Úgyhogy az atomenergia ipar ugyanilyen, néhány nagy cég uralja, soha senkinek nincs semmiféle fogalma, hogy miről van szó benne. Én nem azt mondom, hogy ezeket el kell hinni az embernek, én azt mondom, hogy ez egy teljesen reális felvetés, hiszen minden hazugság. Mindenben hazudtak, mindenben mindig is hazudnak. Szóval miért ne hazudnának az atomenergia ügyében? De mindjárt visszatérünk arra. Technology and innovation, and the new technologies, challenges, and goals that will continue to shape the 21st century and beyond. Ugye ez már a jövő technológiájáról szól, és arról, hogy ezen a kiállításon milyen technológiákkal rukkoltak elő gyakorlatilag.
Hát ugye ez egy space, egy űrszínész volt, ő elmesélte, hogy hogyan is hazudnak. NASA's Kennedy Space Center resumed operations on October 11th. Oké, ebben már nem is megyek bele, ez valami újabb hoax a Matthew hurikán után, hogy hogyan is állt helyre a... Hát ez kritikán alul, de ezek, és valaki ezekre az emberekre hősökként néz, ezekre a színészekre. Kennedy Center Director Bob Cabana and his dad... Akik gyakorlatilag színészek. Színészek és forgatókönyvírók és számítógépes grafikusok, akik ilyeneket találnak ki. És erre aztán emberek azt mondják, hogy a hurikán erre pörög meg, arra pörög az északi, és ez a bizonyíték, az eszem megáll. És meg fogjuk nézni azt, hogy hogyan is néz ki egy atomreaktor, egy atomerőmű, ez pedig Theo Chenetopoulos csatornáján fogjuk megtenni. És ezt azért mutatom meg, hogy mindenki megértse azt, hogy miről beszélek. Ugye itt ez Kanada mellett van, Torontótól nem messze, így néz ki maga a reaktor, kívülről ez a város, ami mellett épült, ugye ezek a részei, stb., ezek a reaktorok, itt megy a tudományos hókusz-pókusz, hogy mi, hogy, merre, stb. Itt vannak az atomok, amiket ugye sos senki nem látott még. Igazából csak hallott róla. De a lényeg nem is az, hanem a lényeg az most következik, mikor az ember bejut magába. Ugye így néz ki maga az ember, aki ott dolgozik, a ruházata, és stb. Így néz ki. És most pedig ezt fogjuk megnézni, ahogyan ez a hölgy megnézi és bejut. Természetesen, mikor belép az ember, akkor egy biztonsági ellenőrzésen kell átesnie, hogy nincsen nála ez vagy az vagy amaz. Mint a repülőtéren. There are machines to check for explosive chemicals, X-ray machines. Röntgen, utána előtte ugye robbanóanyag. És utána a fém detektor. Szóval így jut be. Aztán szükség van egy belépő kártyára, illetve a tenyér lenyomatra. Minden, ami bejut, vagy ami kijön, az mindent átvizsgálnak tüzetesen, ugyanilyen módszerekkel, mint ahogyan egy szigorúbb határátkelőnél. Then all personnel pick up devices that are issued to them to constantly monitor for radiation while inside the station. Utána mindenkinek megvan, mindenkit természetesen a sugárzásra van egy berendezés, ami méri, hogy milyen sugárzási szinten van azon a területen, ahol az az ember tartózkodik. Természetesen megvan mindenkinek a biztonsági felszerelése, illetve az, hogy melyik kártyával, melyik szektorban van belépési lehetősége. So everyone working in the station must have the proper protective equipment. Safety glasses. Mindenkinek szüksége van a megfelelő biztonsági felszerelésre, és csak ezzel léphet. This is where the common systems for the entire station are located. A belépés a területre az unit zero, a nullás egységen keresztül történik. Itt zajlik itt van az általános infrastruktúrája az egész szerkezetnek, gyakorlatilag a hűtés, fűtés, stb. És természetesen itt van az ellenőrző szoba is, ahol az egész irányítja. Ez az általános karbantartás. Ez már itt az irányításnak a
karbantartása természetesen a vezérlőpult, stb. Vezérlőegységek. Utána a raktár, ahol mindenféle kacatokat tárolnak. Természetesen erről beszéltem az előbb. Az egész állomás zónákra van osztva. The location of systems and equipment to prevent the transfer of radioactive materials. Whenever people or equipment move from zone to zone, they monitor to ensure no transfer of radioactivity. Ezek a berendezések, hogy mit vizsgálnak, hogy mit nem, arról fogalmunk sincs. Hiszen azt senki nem tudja itt, hogy hogy van beállítva. Mindenki csak azt tudja, ami az ő feladata. Ez az embernek fogalma nincs arról, hogy az ott a kezén mit mér, annak a nőnek meg még úgy se. A lényeg az, hogy még az se, aki beszereli ezt a műszert, az sem tudja, hogy ez a műszer mit ellenőriz. Én nem azt akarom mondani, hogy még egyszer, hogy ezt el kell, hogy higgye valaki. Nem hiszi el, akkor mindegy, álljon tovább. A lényeg az, hogy gondolkozzon el azon, hogy mi az, amit igazából tud egy atomerőműről. És akkor rá fog jönni, hogy semmi. Igazából gyakorlati tapasztalata a zéróval egyenlő. Ezek az emberek egyik zónából a másikba így jutnak át, ilyen ellenőrzésen. Annyi kábel van, hogy a Földről leérne a Holdra. Mármint a kiüzeletbeli Holdra, ami ugye 375 000 km. Let's start at the beginning of the fission process, where heat is released. Ebben nem fogunk belemenni, ezt úgyse tudja senki. Viszont a következő rész mindenképpen megnézzük, mert ez az pontosan, ahol ki is derül, hogy mekkora hoax ez az egész dolog. When a reactor's operating. Ez a reaktor. Itt, amikor működik a reaktor, akkor senki nem léphet be. Azonban, amikor nem működik, akkor azt állítják, hogy a sugárzás lecsökken, és akkor beléphetnek ilyen ruházatban. És itt csak azok juthatnak be, akik erre speciálisan ki vannak képezve azért, hogy a szükséges munkálatokat elvégezzék, a karbantartási munkálatokat. Csak és kizárólag a védő ruházatban léphetnek be. The reactor consists of a large, heavily shielded vessel, or calandria. Ugye ez az, hogy hogyan is épül fel a reaktor, innen továbbugrunk. És igazság szerint ez az, amit mutatni akartam azzal kapcsolatban, hogy mi az én teóriám ezzel az egész atom hazugság történettel. És az pedig itt fog ebben a következő egy percben kiderülni. On the top of the reactor vault. Ugye ez az a reaktivitás ellenőrzik. Ez itt egyszerűen, ez az egész reaktor dolog itt, ez az én elméletem még egyszer, ez csak egyszerűen a vízből energiát csinál valamilyen úton, módon. És így ezáltal, hogy... Én azt mondom, hogy megvan a technológiájuk arra, hogy felforralják a vizet, és aztán ezeken a csöveken szállítják. De ha nem is forralják, akkor valamilyen úton, módon képesek arra, hogy a vízből energiát állítsanak elő. Ezt mindenki tudja már, hogy a vízből energiát elő lehet állítani. Én azt mondom, hogy ők ezt tudták 50 évvel ezelőtt, mint ahogy mindent tudnak 50 évvel ezelőtt. Azelőtt, hogy mi tudnánk. Most csak képzelje el mindenki azt a szituációt, hogy képesek előállítani vízből gyakorlatilag ingyen energiát. Hogyha ez a helyzet, akkor micsoda gazdasági előny és micsoda bevétel lehet az, hogy közben eladják úgy, hogy ez egy drága technológia, egy speciális technológia, amit megépíteni, tárolni, eladni, szállítani, és utána pedig keletkezik azt az anyagot elszállítani, azt tárolni, stb. Milyen bevételt generálnak megint csak a szinte semmi befektetésre, ugyanúgy, mint az űrkutatás,
ahol videókat nézünk meg, képregényeket, és közben milliárd eurós beruházások mennek bele az egészben. Úgyhogy ezen érdemes elgondolkodni. Nem az, hogy a technológia hogy működik pontosan, vagy hogy ez így van-e, vagy nem, vagy mit tanultunk. Az teljesen jelentéktelen. A lényeg az, hogy elképzelhető-e ez, amit mondok. És hamar rá fog jönni mindenki, hogy nem, hogy elképzelhető, hanem valószínű. So this is the turbine hall. Ugye itt van már a turbina, ezt hagyja meg a gőz, stb. Ezt mindannyian ismerjük, ezt a fajta dolgot. Én megpróbálok valami olyasmit keríteni, ahol nézzük csak bele ebbe. A minute as the steam pushes the blades. Igen, ugye a gőz hagyja magát a propellereket. Ugye egy generátor van a végén, és az termeli az elektromos áramot, és aztán szállítják el. Mission control for the whole station. Every important system in the... Most aki azt mondja, hogy ezek az emberek tudnak róla, az megint csak téved, hiszen ezeknek nem kell tudniuk róla. Ezeknek az embereknek csak arról kell tudni, amit ők csinálnak. Valahogy úgy, mint ahogy egy mozdonyvezető. Vagy a mozdonyvezetőnek sincs fogalma se arról, hogy hogy kell önteni a mozdonynak a kerekét, ami gurul, vagy hogy készül el az áramszedő, meg semmi egyáltalán. Hogy működik az a motor, arról sincs fogalma se. A legtöbb esetben. Egyetlen dologról van fogalma az, hogy megy, és az alapvető karbantartást el tudja végezni. Ezek az emberek épp úgy vannak. Megnyom egy gombot, két gombot, ide megy, oda megy. Ezen kívül az égvilágon semmi szerepe nincsen. The plant is monitored and controlled from this room. By highly trained and certified staff. Természetesen mindenki magasan képzett. Mindenki magasan képzett és erre speciálisan képzett. Hivatalos személyek azok, akik elmondják ezeknek, hogy hogyan kell dolgozni ezeknek. Természetesen mindenki bele van súlykolva az, hogy Radiation Protection Procedural Manual, ugye az pedig az, hogy a sugárzás védelmi eljárásoknak a kézikönyve. Mindenkivel bele van súlykolva az, hogy sugárzás van, ez veszélyes, ilyen-olyan protekció, stb. Így senki soha eszébe se jut, hogy egyáltalán olyan környezetbe kerüljön, ahol sugárzást mond, ahol azt mondják, hogy sugárzás van. Így elkerülhető az, hogy bárki is kapcsolatba kerüljön, hiszen egyáltalán nincs is, de így ki sem derül. I'm fully certified by the Canadian Nuclear Safety Commission. És erre van egy biztonsági tanács, aki kiadja a licencet azoknak, akik ezt oktathatják, illetve akik ott dolgozhatnak. Még egyszer, a lényeg mindig, mindenhol a biztonság, és természetesen az, hogy fenntartsák azt a látszatot, hogy ez igenis egy rádióaktív terület, és soha senkinek kerüljön kapcsolatba semmivel, ami ezt veszélyezteti, hogy ez kitúlódik, hogy ez egyáltalán nem is így működik. 2 másodperc alatt le tud zárni a base rendszer, ugye ezt mondják itt, megnézzük, hogy ez mi. Called the vacuum building. This 71 meter high, 24-story cylindrical concrete structure is connected to the reactor buildings by a pressure relief duct and is a unique safety feature of the CANDU system. Ugye ez a torony 6,5 nap alatt készült el, és egyfajtában dolgoznak rajta 71 ezer napos, egy úgynevezett vákum. That's a look inside the massive machine that is the Darlington Nuclear Generating Station. But ultimately, that's not what makes the power. It takes people. Természetesen utána a szokásos propaganda és mosoly. Tület a végén, ahol mindenki imád dolgozni az atomreaktorban.
Úgyhogy ezt akartam megmutatni, hogy így néz ki egy reaktor, gyakorlatilag senkinek semmi fogalma nincs, semmiről soha senki nem kerül kapcsolatba, semmiféle rádióaktív anyaggal. Úgyhogy ezután, ha valaki azt mondja, hogy ő tudja, hogy van rádióaktív sugárzás, akkor én azt mondom neki, hogy akkor bizonyítsa be. Mi a bizonyíték rá? Azon kívül, hogy megnéz 15 000 ilyen videó, ami azt mondja, meg beül a kémia órán, azt tanulja 4 éven keresztül, hogy így, meg úgy, meg amúgy robbannak föl. Én nem azt mondom, hogy nem úgy van, én azt mondom, hogy bizonyítsa be, ha úgy van. De hát nem fogja tudni senki, hiszen nem lehet. Mivel nem tud átjutni a biztonsági berendezésen, oda meg csak ilyen felszerelésre, meg olyan felszerelésre lehet bejutni, úgyhogy erről ennyi. Minden jót mindenki. Amennyiben tetszett a videó és hasznosnak találtátok, kérlek osszátok meg az ismerőseitekkel, akár Facebookon, vagy bármelyik social media platformon, és ne felejtsetek el feliratkozni az Infobubble-ra a YouTube-on, ahol rendszeresen töltök fel videókat akár a világpolitika eseményeiről, a bibliai proféciákról, vagy pedig a lapos földről, és a Facebookon is megtalálhatjátok az Infobubble oldalt. Ott is ugyanúgy, ha lájkoljátok, akkor megkapjátok a feltöltéseket, amiket rendszeresen frissítek. Köszönöm, és remélem, hogy ezzel hozzájárultam valamennyit ahhoz, hogy meglássátok, hogy a világ egy nagyon-nagyon különböző és más hely, mint ahogy azt mi nagyon sokáig hittük.